Sziasztok! Ez egy rövid kis videó lesz, egyrészt, mert most is nagyon sietek, épp a céges karácsonyi bulink lesz, és még fel sem vagyok normálisan öltözve. Ezúton is elnézést kérek azért, hogy az elmúlt hetekben megfogyatkozott a rendszeres fertőzésemnek a száma. Elég sűrű mostanában az élet körülöttem, úgyhogy nem annyira tudtam ezzel foglalkozni. Viszont ezt a projektet mindenképpen szerettem volna idén is megvalósítani. Hogyha emlékeztek, még a tavaly volt a csatornán egy karácsonyi nyereményjáték, ahol három szerencsést megajándékoztam 10.000 forint értékben. Ezen kívül egy bizonyos Eszter is jelezte, hogy szeretne további három embert megajándékozni. Viszont olyan nagy volt az érdeklődés erre a projektre, hogy végül a tervezett három helyett sokkal több lett. Nem olyan régen kaptam egy üzenetet egy Péter nevű úriembertől, aki jelezte, hogy ha idén is tervezek valami hasonlót, akkor szívesen részt venne benne. Mindenképpen szeretném, hogyha idén is szebbé tudnánk tenni néhányotok karácsonyát. Igazából a protokoll idén is az lesz, ami tavaly volt. Három szemét szeretnék megajándékozni 10.000 forint értékben valamivel, amire vágyik. Illetve Péter is megajándékozna három további szemét. Úgyhogy az azt jelenti, hogy alsó hangon 6 ember tud extra karácsonyi ajándékhoz jutni. Amit ehhez tenni kell, az mindössze annyi, hogy ezt a videót megosztjátok Facebookon, illetve az e-mail címemre, a csillahajas@hotmail.com címre küldtük egy e-mailt, hogy mit szeretnétek karácsonyra, és egy bemutatkozást magatokról. Ennyi az összes. Ez az év sajnos sokaknak nem volt jobb, mint a tavalyi év, sőt, ha lehet olyat mondani, akkor rosszabb volt. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ezzel az apró kezdeményezéssel hozzá tudok járulni ahhoz, hogy több embernek kellemesebb legyen a karácsonya. Úgyhogy hajrá! Ma, ha jól emlékszem, ma péntek este van, december 18-a. Jövő héten keddig szeretném ezeket a dolgokat elintézni, hogy még karácsonyra extra futárral odaérjen az ajándék, amit szeretnétek. Sok sikert kívánok, köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk jövő héten is. Sziasztok!